Ránézek. Irány a harcmezőre! Polákmentes szerveget kívánok. Hoztam egy csatát az FCM 36 PAK 40-nel. A kis 3-as francia Prém TD-vel. Hát nem lesz rossz ez a csata. Eléggé hosszú el fogunk nyúlni. Meg egy 7 kill bezsebelünk, meg 1400 valamennyi damage. Viszont rengeteg fai lövés lesz. Ezt valamelyik szombat este játszottam. Estig melóztam bátyánnal, meglehetősen fáradt voltam. Ez sajnos a lövéseken is majd látszódik, hogy ma rengeteg kapkodott lövést el fogok szúrni. Meg egy kicsit szerintem trollkodik velem a gun is. De igazából le tudjuk hozni a csatát, csak egy darabig el fog tartani. A Su 76 M-mel fogunk majd jót alkotni, de sajnos ő nem éli túl, én meg itt volt csak napodra túlélem majd valahogy, majd meglátjátok, mert összeakaszkodok én majd a Stunggal is, a 3B-vel. Éppen hogy csak túlélem. Na, az egy C-t azt valahogyan nem bírják onnan kiszedegetni, semmi szín alatt. És nincs ebbe a gép alatban annyi a kevés lőszer, de azt hamar el lehet puffogtatni, mert meglehetősen gyorsan lövünk. És itt is az a legnagyobb hibája ennek a tanknak, hogy nem képes különösebben nagyon helyváltoztatásra. Ez egy meglehetősen defenzív egy tank, mert nem vagy képes menni. Látótávolság és kamúra kell dolgozni, és meglehetősen általában nagyon fontos, azt mondja, nagyon fontos gánra kell alapozni, másra nem nagyon tudsz vele. Ha kiszpotolnak, akkor egyszerűen véged van, hogy ott, mert nincsen páncélod, nem tudsz elmenekülni. Ezt mondjuk kapna egy lövést ettől a nátriumtól, de nem hiszem, hogy engem lőtt, hanem a Su 76-ot, csak éppenség én futottam bele, mert az nagyon lövi. 6-10-re megy, vagy na, 10-6-ra megy az ellen, sajnálatos módon, nagyon tolják lefele, és egy, nem is tudom, hogy mondjam, hát kicsit olyan furimuri lesz ez a balhé, mert képtelenség lesz egy normálisra szinte lőni benne, vagy nekem nagyon nem kedvez most az RNG. Mindjárt elfogjuk az AP lőszerből. Ezt fogom majd jelezni majd a Su 76-nak is. Még nem, majd fogom. Na, lassan ide fog érni majd a... Igen. Ez a... Mi a faszom? P26/40. És a löveg kitérítetősége is meglehetősen kicsi ennek a TD-nek, jobbra is, balra is. Tehát lehet vele jókat lövöldözni, csak ha kiesik az ember a... Az meg. Ez akkor lement, jó. Abból a 10 fok jobbról balraból, akkor nagyon problémás vele már forgolódni. És most jó kis speed boostot fogok magamnak adni, mert darabig nem fog történni semmi. Azt hiszem, talán próbálok majd egy makot elhelyezni. Nem sikerült. Na, 1110 damage-nál járunk, 3 killnél. És elfogyott már a standard AP lőszerem, és van 18 APCR, hát a Bisonról meg úgy szimplán elbaszom. Ja, hát nem baj, szuhetfartám, az benyúlta. Nem baj, ő is jól csinálta, neki megvan a Top Gun. Nátriumról egyszerűen lekések. És azt hiszem a csihénk is el fog párologni. Ott a Stug 3B ki fogja fingatni. Utána majdnem engem. Na mindegy, még egy kis speed boost-tal megyek. Egy kis helyváltoztatás címén történjünk. Nátrium, hát egyszerűen nem tudom a gyereket ellőni, bazd meg. Tehát aláhordok, mögé lövök. Nem vagyok egyszerűen formában, ez van. Elbénázom, nagyon jó. Nem volt, bele fog futni a fiú. A várvetően ki fogják nyírni szegény csúri csihénket. Én mondjuk azért egy kicsit közelebb vánszorogtam volna a Su 76 helyében, mert fényévekkel gyorsabb az a TD mindén. Szerintem azzal jobban lehetett volna itt manőverezni, pozit váltani. De hát szerintem az is, hát igazából az is egy Kemper TD, mert volt nekem is olyan, de mozgékonyabb sokkal mindez. Úgy mondanám, hogy helyváltoztatásra rendesen képes. Viszont a 38 átrium az most belefutott egy végleges lövésbe. Nagyon király. És elő fog majd lassan, azt hiszem, vergülődni majd a Lego is. Meg is jött. Hát ezt nehezen fogjuk tudni levadászni. Először is el kéne bontani a házakat. Nézd meg, bazd meg, egyszerűen fölé húzogám.
bontjuk a házakat, de nem, érdekes módon, hogy a... Mi a picsi, az APCR megakad a házba. Ez meg előbb valóban, hova? Nem tudom megmondani. Na végre. Na, behúzta magamnak állistenek az ötödik kilt. Na, fasza, 1291 damage-unk van. És mindjárt jelezni fogom a Suhetfatnak, hogy 7 lőszerem van. Ő meg azt mondja, hogy kevés a HP-ja. Jó, mondom, akkor elmegyek szépen, akkor spotolok egyet neked. Most mi mindig speed boost-tal megyünk, mert nem fog történni semmi. És átfordultam erre, hát ha itt lesz a stúk. Hát itt is lesz majd, csak nem ott, ahol én számítok rá. És majd csodával határos módon tudok pattintani egyet a... ezzel a kis szarral. Nem nagyon jellemző erre, hogy én bármit tudok pattintani ezzel, mert full papír és mozgásképtelen. Ez az, amit soha nem szoktam általában megérteni. Ha papírok vagyunk, akkor tudjunk menni. Ha meg van páncélunk, vagy nem tudunk menni, akkor legyen páncélunk, és akkor úgy ki van balanszolva szerintem a mozgás koordináció. Hát, haver, ich keine lebe. Hát, ha német lennék, akkor nem így írnám, de mindegy. De nem baj. Vagy lehet azt itt, hogy én vagyok német. Ő meg francia, vagy valami fasz. Na, megyünk. Spotolok. Itt lesz előttem a Stug. Tőlem majd balra lesz. Hát azért mondjuk a szújség egy kicsit azért jöhetne. Jelentem, a meg is van. Találatot kapott. A cél megsérült. Ez mondjuk kibaszott nagy mag volt, hozzá kell tennem, hogy egyet pantintottam, egyet meg mellé lőtt a Stug. Ez marha nagy mag volt. És a másik FCM az pedig fent lesz a Capkörnél a dombon, ott A4-5-be azt hiszem, de azt hiszem A5-be lesz, és a Suhet Feat már rám vert fényévekkel. Sajnos ki fogják baszni. De kiszpotolja nekem a másik FCM-et, és azzal behúzom a Cobo-est. Megyünk előre, amennyire tudunk. Igen, én már azt akartam javasolni igazából a Sunak, hogy álljon be Kempre. Hogy álljunk be, mert én is azt terveztem, hogy bemegyek mellé, azt behúzzuk a bázist. De nem kellett, mert mindjárt kivillantja az FCM-et, és pont le tudom lopni. Megvan. Tőre rá fog baszni, egy lövést tudott adni neki. Én meg befejeztem, de az életét adta ezért a csatáért. Hát érdekes olyan lövések voltak ebbe. Ami van, persze én is elbasztam, de hogy elmérzem az erengés, azért minuszolt nekem egy-két lövést, aminek nem örültem annyira. Na mindegy, 7 kill, 1423 damage, vaklövés az nem volt, 2 hetfejét assist, nem volt ez rossz, csánépek.